sorozattal foglalkozni mai napon, amint látjátok, Márci már fel is vette a pozíciót. Nagyon fontos, elsőnek nézzük a kéztartást. Ugye a kéz élet az első és hátsó kéz, fontos, hogy az ellenfélnek az első kéz a fejére, a hátsó kéz a esetleg a testére mutassa, hogy a két pont között mindig a legrövidebb az egyenes, és így gyorsabban tudjuk kivitelezni a technikákat. Nézzük a lábtartást, fontos, hogy a súlypontunk mindig középen legyen, hogy esetleg mikor előre, illetve hátra haladunk, akkor ne legyen az, hogy a csípünk hátranéz, és illetve nehezebben tudjunk elindulni. Szeretném elmutatni ezt a kamerát, hogy nézzük meg egy kicsit másik állásból, a másik pozícióból, köszi Márci. Alapvető hibák, amik sokszor elő szoktak fordulni a lábállásnál, ha kicsit befelé a térdünk nézzük meg, akkor már egyből nem tudunk úgy hátrafelé menni, mert akadályozza a térdünk a mozgásban. Illetve ha kicsit hátra vagyunk, de vagy elő, meg oldalra ki vagyunk billentve, felekünk ki van tolva, akkor is sokkal nehezebb lesz a hátrafelé kimenete, illetve az előre felé haladás. Úgyhogy fontos, ezért fontos, a törzsünk egyenes legyen, súlypontunk középen, hátsó lábokon ülünk, és a első kezünk, illetve a hátsó kezünk a felépítő ellenfélel szemben néz. Fontos nagyon még az egyensúlynak a megtartása, a haladásokkor, illetve a támadásokkor, hogy ezek se gátoljanak abba, hogy minél gyorsabban el tudjuk érni a támadást.